Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 24. szemeszterének 6. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Viha Antal 1956. február 7-én született a Békés megyei Endrőd községben. Középiskolai tanulmányait Orosházán a Táncsics Mihály gimnáziumban folytatta. Gépészmérnöki oklevelét 1980-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte. Egyetemi doktori értekezését 1987-ben védte meg, summa cum laude minősítéssel. 1996-ban a mezőgazdaság tudomány kandidátusa lett. 2000-ben a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumnál mezőgazdaságtudomány szakterületen habilitált doktori címet szerzett. 1982-ben pályázat útján került a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola technológia tanszékére, ez ma a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának élelmiszermérnöki intézete. 2005-től tanszékvezető, 2006-tól intézetvezető, kari főigazgató, majd 2007-től 13-ig a mérnöki kar dékánja. Jelenleg intézetvezető egyetemi tanár, agrárképzési dékáni megbízott. Oktatási tevékenysége fókuszában az agrártermékek feldolgozási technológiája áll, különös tekintettel a növényi eredetű alapanyagokra. Részt vett az élelmiszermérnök szakon belül az állati és növényi eredetű nyersanyagokat feldolgozó szakirányok tantárgyi tematikáinak kidolgozásában és bevezetésében, graduális és szakirányú továbbképzési szinten, különböző oktatási blokkok bevezetésében, közreműködött az okleveles élelmiszermérnök képzés tantervének kidolgozásában, a képzés akkreditálásra történő fejlesztésében, növényi termékeket vizsgáló hallgatói laboratóriumok létrehozásában és felszerelésében. Főbb kutatási területei elsősorban a növényi eredetű heterodisperz rendszerek granulometriai és energotechnológiai vizsgálatára irányulnak. Dr. Viha Antal több hazai egyetem címzetes professzora, a Nagyváradi Egyetem Dr. Honoris Causa címmel tüntette ki, számos hazai és külföldi tudományos társaság, illetve egyesület tagja. Alelnöke a Magyar Élelmiszertudományi és Technológia Egyesületnek, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés birtokosa, a Magyar Mérnöki Kamara Zielinski Szilárd díjjal, még az STS szenátusa Pro Universitate díjjal ismerte el szakmai vezetői tevékenységét. Tudományos közleményei és publikációi főleg szakmai kutatási tevékenységével köthetők össze. Csaknem 200 magyar és idegen nyelvű közleményt jelentetett meg. Felkérem Viha Antalt, tartsa meg előadását. Tisztelt kollégák, tisztelt hallgatóság! Nagy örömömre szolgál, hogy ennek a szemeszternek az egyik előadását én tarthatom, és egyből engedjék meg, hogy a mai naphoz kötődő aktualitásról is szóljak egy pár szót. Az ENSZ élelmezésügyi szervezete, a FAO, magyar kezdeményezésre október 16-át a világ élelmezési napjának nevezte. Természetesen ez most éppen a 30. évét tölti be, tehát 1979 óta mindig ezen a napon, október 16-án foglalkozunk egy kicsit a bennünket körbevevő világ azon részével, amely a táplálkozással összefügg. A FAO jelszava is, ugye fiat panis, tehát legyen kenyér, latinul. De egy másik érdekesség és nyilván aktualitás a mai naphoz köthető úgy szintén, mert október 16 a kenyér világnapja is, amelyet szintén magyar kezdeményezésre a Pékek Világszövetsége Svájcban elismert, tehát a kenyérről is szó lesz, a táplálkozásról is szó lesz, és ez a két világszervezet épp a mai napon a témában jelentős kenyérről, és hát nyilván a hozzá köthető
tudományos vélekedésről is megemlékezik. Hát kérem szépen, talán ismerős mindenkinek az ősi imádság, amelyet egész véletlenül Ferenc pápa képével és a piros mondattal szeretnék mindenféle vallási hovatartozás nélkül, de az önök figyelmébe ajánlani. Az emberiség egyik legfontosabb éltető eleme nyilván a mindennapi kenyér, és ezt akár ténylegesen, akár átvitt értelemben, de mindenképpen meg kell, hogy tapasztaljuk azt, hogy bizony a dolgozó ember, az élő ember, a családot nevelő ember számára nagyon fontos, hogy a saját és a családja túlélését avval a mindennapi kenyérrel tudja fedezni. De a magyar népi hagyomány is nagyon megemlékezik arról, és nagyon nagy tiszteletben tartja a kenyeret, nem csak a búzát magát, amely a kenyér alapjául szolgáló lisztet fogja majd adni, hanem magát a kenyeret is az élet egyik legfontosabb szinonimájaként emlegeti. Így aztán nem véletlen, hogy őseink meg eleink a kenyér, elkészült kenyért megszegés előtt nyilván keresztet rajzoltak az alsó részére. A kenyeret nem volt szabad eldobni, nem szabadott vele játszani a gyerekeknek, mert az egy tápláló, egy egészen más spirituális töltésű anyag, és nyilván táplálék volt a mindennapi életben. A magyar mondások közül egy párat kiemeltünk, hogy a kenyérkereset, ugye, amely mai napig is azt jelenti, hogy amiért én megdolgozok, és abból a pénzből természetesen el tudom és el fogom magamat látni. Úgy kell, mint egy falat kenyér. Kenyeres pajtás, ugye szoktuk mondani arra, akikkel munkatársak vagyunk, vagy éppen hasonló sors jutott osztályrészül, és hát végül is, aki mondjuk már az életed elejéhez ért, azt mondjuk, hogy hát ő már megette a kenyere javát. Tehát mindenképpen a kenyér, mint az élet szimbóluma, nagyon sokszor visszatér a közmondásainkban, és hát nyilván a magyar ember számára ez a fantasztikusan szép, 3 kilós orosházi vágott kenyér az ideó típus. Hát nézzük meg, hogy egyáltalán a világon milyen kenyeret, milyen napi táplálékot vesznek magukhoz ezek a nagyon jókedvű kis négus gyerekek. Az a helyzet, hogy számukra az elérhető minőség, bocsánat, mindig itt 3 gomb van, és időnként eltéveztem, ez a kis egyszerű, nagyon úgy tűnik, hogy nagy kiörlésű, tehát elég sok héjanyagot is tartalmazó lisztből készült kis bodag. De hogyha egy kicsit arrébb megyünk és Indiára tekintünk, amely ugye 1.348.000.000 lakosú, akkor ott megint csak a mindennapi betevő kenyér, az a flat bread, ez a bizonyos chapati, amelyet itt a bal alsó képen látunk. És hát természetesen ezt ugyanúgy vízzel összekeverik a lisztet, asszonyok kinyújtják, és ilyen meleg, fűtött acélplatnin, nagyon egyszerű kis horgas eszközzel megforgatva megsütnek, és tulajdonképpen ez az ő evőeszközük is, hiszen egy darabot tépelből a csapatiból ugyanúgy tudnak a dálból a sűrűbb folyékony táplálékot föl tudják ebben a csapati darabbal szedni. De hasonló módon a kenyér a mindennapi betevő, például az arab zsidó világban is a pászka, a kovász nélküli kenyér, amely megint csak egy ilyen lapos, illetve ilyen négyzet alakú kenyérrel azonosítható. Tehát a kenyér fogalmát azt szeretném önöknek bizonyítani, hogy bizony a világ minden tájékán, de máshogyan apostrofálják. Például a mediterránumban ismerjük a görögöknél a pita, az a cipó jellegű, de inkább ilyen puffancs termék, amelyet a szépen ügyesen elvágnak, akkor azt a gíroszhússal, zöldségekkel, egyebekkel meg lehet tölteni. Jó étvágyat kívánok, ugye? Jókor beszélek erről. De úgyis jön a vacsora nem sokára. Európára visszatérve azért látható, hogy ahány táj, ahány nemzet, annyiféle kenyérféleség jelenik meg,
Hát én véletlenül középre tettem megint csak az orosházi 3 kilós vágott kenyeret, amely számunkra egyfajta szépség, egy nagyon komoly, hogy úgy mondjam, esztétikai élményt is jelent. A szép kenyér megsüvegelendő, és a szép kenyér titka, hogy olyan búzából és olyan lisztből készül, amely ezt a térfogatot tudja biztosítani. De hogy mennyire fontos az egész világ számára a kenyérfogyasztás, a mindennapi betevő, azt talán ez a világ térkép mutatja, és természetesen zölddel azt a mezőt ábrázoltuk, amely egy kicsit több kenyeret vesz a szájába, míg a sárga és a piros, az pedig nyilván a kevesebb, vagy az egészen alacsony mennyiségű fogyasztást szimbolizálja. Tehát az, hogy az ember, az emberiség a világ minden pontján valamiféle lisztes sütőipari terméket fogyaszt nap, mint nap, ez szerintem teljesen és mindenki előtt kétségtelenül igaz. Magyarország az Európai Unión belül, ugye mi általában magyarok azt mondjuk, hogy mi igen kenyeresek vagyunk, nagyon szeretjük a kenyeret, de azt kell, hogy mondjam, hogy a felsorolt országok közül mi körülbelül a közép mezőnybehez tartozunk, ami azt jelenti, itt most gram per nap per fő fogyasztásban, hogy körülbelül ezt a 150-180 gram per nap per fő fogyasztást tudjuk produkálni. Egy másik összefüggésben, és hát nyilván a fejlettebb, vagy éppen kevésbé fejlettebb országokban ez a kenyérfogyasztás abszolút a kulturális identitással függ össze. De ha a magyar kenyérfogyasztást nézzük csak az utóbbi durván 20 évre visszavetítve, azért egy eléggé markáns csökkenést tudunk megfigyelni. Vajon mi ennek az oka, hogy most körülbelül, most már ez kilogramm per fő per évre értendő, hogy ez a közel 37-38 kilogrammos évi fogyasztás vajon hogyan állt be ennek a képzeletbeli burkoló görbének a nyomán, hiszen itt 20 év alatt körülbelül 62 kilóról 32 kilóra esett a fogyasztás. Ennek természetesen önök, remélem, hogy követői a napi táplálkozásuk során, hogy azért ez mégiscsak az általános életszínvonal a valamelyest összefüggő tényező, tehát az, hogy ez évről évre egy kicsit hát lesímulva ez a görbe, ez valószínű itt a mi életünk során ennél a 35-36 kg-nál meg fog állni per év, per fő. Ez azt jelenti, hogy azért számunkra az előző ábra alapján az a 120-250 gram per nap fogyasztás az garantált. Most visszatérve ez a szépséghez, az ideotípushoz, ahhoz, hogy ilyen térfogató, ilyen cserepes, ilyen héjazatú kenyeret tudjunk gyártani, hát ahhoz nyilván olyan tulajdonságú liszt, és hát olyan lisztet szolgáltató búza szükséges, hogy termeljünk. Ha megnézzük, és egy csodaszép kalászokat lehet látni itt a mezőn, abban nyilván a kalász orsó mentén, amikor kicsépeljük ezt a szépséges búzát, és szakszerűen fölőröljük, akkor bizony van esély arra, hogy ilyen nagy térfogatú, lukacsos bélzetű, és kifejezetten a magyar ízlés számára megfelelő terméket tudjunk gyártani. Egy kicsit nézzük meg, hogy a búza eredete és egyáltalán a búzatermesztéssel kapcsolatos rövid egy-két slágvortos ismeretet szeretném önökkel megosztani. Az ősbúza valahonnan innen a Tigris és Eufrátesz környékéről, tehát a történelmi időkben ezt Mezopotámiának neveztük, ma inkább Szíria és ott Irak környékén, de nem is ez a lényeg, hogy most éppen milyen lobogó leng a határok mentén, de a Tigris és Eufrátesz és egy kicsit a anatóliai fennsík környezetében, hát én nem is tudom, de talán a történelmi idők előtt már ez a kritikum nemzetségű mag, ez a növény megjelent, és ahogy a kultúra és hát nyilván a földünk lakossága bővült, egyre inkább a kék mezőt lehet látni, hogy szinte most már minden, kivéve ugye Grönlandot, de minden nagyobb égtájon és nagyobb földrészen igen komoly búzaprodukciót figyelhetünk meg.
Még Ausztrália ennek a két kis sarkában is, Ausztrália, apa, két sarkában is lehet látni azt, hogy igen komoly búzatermesztés valósul meg. Ausztrália egyébként lélekszámát tekintve nem túlzottan sokkal több lakosú, mint hazánk, de óriási a liszt exportja, illetve nem is liszt, hanem búza exportja. Például ő látja el többé-kevésbé a délkelet-ázsiai országok nagy részét, így kifejezetten Japán az ő célpiaca. Kár erről többet beszélni, hiszen látjuk, hogy minden földrész valahogy alkalmas bizonyos északi és déli körök mentén a termesztésre. Egy biztos, hogy ma már a globalizáció az mindenütt azt követeli meg, hogy ugyanúgy Pekingben, Buenos Airesben, New Yorkban és mondjuk Szegeden is ugyanolyan bucit szeretnének a fiatalok fogyasztani a általán nem emlegetett nagy, most már éppen zöld-sárga mezőre váltott nemzetközi gyors éttermi láncban. Tehát ma már a globalizáció mindenhova a búzát elsodorta, és termesztik, és nagyon komoly a produkció. Egy évben a búzából csak a földünk valamennyi régiójában körülbelül 750-780 millió tonna képződik. Tehát van bőven, de nagyon sok persze az éhes száj is. Ebben a vonatkozásban inkább azt mondom, hogy nézzük meg, hogy a búzatermesztésnek mik azok a feltételei, ami miatt esetleg majd a közelünk és távoli tájakon termesztett növények vagy búzák termesztés technológiai előnyei megmutatkoznak. Hát a legfontosabb persze a talaj, éghajlat, víz és tápanyag, agrotechnika, nagyon jó biológiai alapok, tehát nagyon jó búzavetőmag. A nemesítés az kifejezetten egy cél terület, természetes szakértelem, ezért ülünk itt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ahol mi élünk, a Kárpát-medence, az egy Isten adta kiváló búzatermő terület. Már ezt tudták ezelőtt több mint 100-130 évvel, hiszen a bécsi tőzsde, aki már annak idején is a bécsi tőzsde, egy rendkívül komoly európai értékmérő és értékkialakító helynek számított. Már 1885-ben tudták, hogyha Magyarországról hoz egy termelő, akkoriban úgy hívták, hogy paraszt, most már úgy mondjuk, hogy gazdálkodó és termelő, legújabban farmer és gazdálkodó, tehát ha mondjuk innen hozta Csorvásról a búzáját, Csorvás itt van körülbelül a tízes alatt, és nyilván a sikert minőségnek egyfajta jelzőszáma szerint a tízes mező, meg a tízes, kilences, tízes mezőből érkező búzák, mondjuk innen Csorvásról a megjelent Bécsben, csak a nevét kellett és a lakhelyét bemondani, már is a legmagasabb árat fizették a tőzsdén a búzájáért. Miért? Mert megvannak azok az úgy hívjuk, hogy közép-dél-Tisza-mente talaja, öntéstalaja, éghajlata, vízellátottsága, fantasztikus minőségi búzaprodukcióra volt képes. Magyarország minden megyéje jelenleg is termel búzát, de azért a legjobbak itt a narancssárgával jelzett területen, épp a mi lakóhelyünk köz, nagyon közeli területek is ide tartoznak. De hogy nem csak jó talaj, éghajlat, víz és tápanyag ellátás volt, azt mutatja, hogy most ugye úgy mondjuk, hogy ipar 4.0, de hát az ipar 1.0, ugye 1830-as, 40-es években a nagyipari forradalomnál kitermelődtek azok a koponyák, akik ebben a biológiai alapok előállításában és terjesztésében letették a névegyüket. Ilyen volt Kossuthány Tamás, vagy Baross László, akiről azt kell tudnunk, hogy ő az általa nemesített Bánki úti 1201-es, például a 20. század legjobb búzája minősítést kapta. Azért ez nem kis dolog. Egy magyar ember, aki a 1890 és 1910 közötti időszakban nagyon aktív volt, olyan búzát tudott előállítani, ezek a tipikusan magyar, aprószemű, hasas búzák, amelyek rendkívül acélosak, nagyon kemény szemszerkezetűek,
és fantasztikus Liszt és Sikert minőségi tulajdonságokat mutattak. Hát aztán nem csak búzát tudtunk termelni, hanem azok a tudósok, akik a kenyérkészítéshez szükséges úgynevezett tésztareológiai vizsgálatokat kitalálták. Itt például Hankóczi Jenő, és hát a lánglelkű Pekár Imre, aki a lisztek gyártásközi minősítését találtak, és a mai napig a világ ezt használja. Nos, hát ez a bizonyos farinográf, az az eszköz, az a műszer, amely meg tudja mondani, hogy egységnyi búzaliszt hány százalék vizet tud felvenni, tehát a jó lisztkészítés alapja az a fajlagos lisztfelvevő képesség, és nyilván egyfajta gyúrási ellenállás, amit ezen a gráfon mértek. De csak azért említem meg, hogy nem csak jó talajunk, jó éghajlatunk, kiváló nemesítőink és kiváló liszt minősítő szakembereink, világhírű szakembereink voltak. És hát megint csak visszatérve a 1840-es, 50-es évekhöz okos és gazdag, mert ezt kell, hogy mondjam, hogy Széchenyi rendkívül jószemű, okos, talpra esett és az ipar és a mezőgazdaság reformjáért fantasztikusan tenni tudó főnemesként Angliából elleste az okosságot, elleste a gőzgépet, elleste a elektromosságot, a hengerszékes örlést a búzamalmoknál. Tehát nem véletlen, hogy ezek az új létesítmények, természetesen a Duna volt a búza főútvonala, és Pest volt Európa búza és liszt fővárosa, nem csak a tudomány, hanem a termelés és a minőség tekintetében. Hát akkoriban hozzánk jöttek a jó koponyák, és Magyarország nagyon sok svájci és német feltalálót fogadott be, és aztán magyarrá vált idézőjelben, így Gantz Ábrahám vagy Mechvárt András, akik akkoriban nagyon-nagyon komoly lépéseket jelentő vasúti kocsik, vasúti kerekek, tengelyek öntésében, elkészítésében jeleskedtek, és hát tulajdonképpen ez a Gantz hengerszék, amely a kép jobb oldalán látszik, ugyanazt a kéregöntésű hengereket használta fel, mint amelyet korábban már a vasúti kerekek gyártásánál beváltnak tartottak és jónak tartottak. Nos, szóval már tudtunk őrölni, és hát ugyanez a Hagemaher Károly, de a Károly az inkább Kárnak nevezendő, tehát az csak már a magyar név miatt lett Károly. Ő is svájci származású, aki a liszt szemcsék vagy magbelső szemcsék szétválasztásának a síkszitával történő megoldását találta ki és szabadalmaztatta le. Véletlenül a Wörner gyár Budapesten, szintén magyar gyár, de német tulajdonossal, német hát tőkével működött. És hát a mai nap főhőse az a búzaszem, amelynek a hossz és keresztmetszetét, valamint a hérésznek egyik kis metszetét szeretném bemutatni önöknek. Számomra ez a korpusz, ez a test, ez egy fantasztikus alkotás, és hát valószínűleg tudta a Jóisten, még mielőtt a mi atyánkot valahogy összetákoltuk volna mi emberek, hogy ebben a búzaszemben, ami úgy néz ki, mint egy baseball labda, de nem olyan, mégsem, egy forgási ellipszoid, van egy kicsit tompább vége, van egy kicsit hegyesebb vége, de alapvetően ez egy nagyon szép áramvonalas test. Az okosság és az érték ebben a szürke raszterrel jelzett magbelső, amelyet az alkotója több rétegű, egészen más anyagi minőségű csomagolóanyaggal látott el. Ez a több rétegű héj, ebben van szemipermeábilis, tehát félig áteresztő nedvességszabályzó hártya, van benne pigmentréteg, van benne olyan légbuborékkal töltött réteg, amelyet ma már ugye a Magyar Posta is használ a törékeny árunk továbbításához, az a pukis, műanyag pukis kis lemezke. Nos, amikor egy ilyen búzaszem például a Dorosmai úton talán látták már azt a vasbetonsilót vagy fémsilókat, és a betápláláskor mondjuk 30-40-50 métert zuhan, nem törik szét. Magyar Posta innen vette biztos a trükköt, hiszen a búzaszemben ezek az energia elnyelő rétegek
ezek a tömlős sejtek rétegei megvédik a búzát a szemtöréstől. Kérem szépen, hál' Istennek ebben a búzában csak a csomagolóanyag az, amely hát jelentős mértékű, a csíra sem jelentős. Maga az a liszt test, amit magbelsőnek nevezünk, és amelyet a kiörlés után a lisztekként fogunk majd felhasználni, az egész búzaszem térfogatához képest durván 80%. Rendkívül jó az anyagkihozatal, az extrakció, tehát amikor a malomipar majd elkezdi őrölni ezt a szemet, hiszen nem lehet úgy lehámozni róla a felhéjat, mint egy burgonyáról a hámozókéssel. Ez egy több rétegű cellulóz, hemicellulóz kompozit, nem odavaló, nem ad jó térfogatú kenyeret, tehát azt valahogy el kell választanunk körlés során. Három részt választunk külön, a legfontosabb a magbelső lisztként, külön kiválasztjuk a csírát, mert az igen sok zsiradékot tartalmaz, tehát az rontaná a lisztek eltartatóságát, és végül el kell majd választanunk azt a héjat, amit úgy hívunk, hogy korpa. Menjünk tovább. Az összetétel tekintve, hogy miért is lett a kenyerünk alapja a búzából őrölt liszt, azért, mert rendkívül sok a szénhidrát tartalom, 70-75%, viszonylag szolid, de azért jelentősnek mondható a növények között, az a 10-14% nyersfehérre tartalom, és hát nyilván az ásványi anyagok, amelyek a legfőképpen a héjban összpontosulnak, azok körülbelül 2%-ot jelentenek. Tehát amikor egyszer majd, ha valaki megnézi a Graham cipó vagy a Graham lisztek eredetéül szolgáló lisztanyagokat, akkor meglátja, hogy a hamutartalom a Graham GL 200-as lisztnél pontosan 2%-nyi, tehát a GL 200-as liszt onnan kapta a nevét, hogy teljes csírástól, héjastól együtt kerül felőrlésre. Erről még később hallani fognak, mert én ebben nem nagyon értek egyet. De majd az kiderül, hogy miért nem. Ha a búzafajokról csak nagyon-nagyon szolidan összegyűjtjük, hogy én három különböző búzát különböztetnék meg, ami nekünk bőven jó, az észtívum búzák, a kenyérbúzák, a közönséges búzák, ezek jelennek meg a malmokban, ezekből készül a liszt, és ebből készül a mindennapi kenyerünk, péksütemények, kenyerek és a többik. A tönkölyv búza, a Triticum spelta, kicsit magasabb fehérre tartalmú, nagyobb biológiai értékű, és az előadás tárgyául szolgáló mikotoxinok tekintetében egy kifejezetten védett magvacska. Addig, amíg az előző búzaszem, ugye látjuk, hogy csupasz, tehát semmilyen külső levél nem védi, addig a spelta, vagy tönkölybúza esetében még egy külön burkoló levél is a felszínére került, nyilván itt a morfológiai jegyek miatt. Hát ez a pejvás magvú szemet először le kell hántolni, és csak utána tudjuk megőrölni. A harmadik, amit én kiemeltem, a durumbúza, a makaróni vagy tésztabúza, egészen más jellegű, mint a közönséges vagy kenyérbúza, hiszen ennek a durumbúzának az örleménye, a durum dara, lesz majd a tésztagyártás alapja, a száraz tésztagyártás. Tehát amikor spagettit, makaron és egyebet fogyasztanak, akkor ne felejtsék el, hogy ez a Triticum durum fajtából, örléssel készült, darából készült. Kérem szépen, és hogy jön össze az általam csodaszépnek titulált kenyér és péksütemény félék és a mikotoxinok? Nos, az újabb aktualitás, hogy a élelmezési világnap és nyilván a kenyér világnapja mellett, hogy ez az év, 2019-es év meglehetősen nedves volt annak a tekintetében, hogy amikor a búzák virágoztak április-májusban, nagyon sok csapadékot kaptak, és az egyébként a talajban, levegőben meglévő mondjuk fuzárium gombafajok kifejlődtek, és az ő másodlagos anyagcsere termékei lesznek a toxinok. A görög mikesz és a toxikum
szó összevonásából a mikesz az azt jelenti, hogy penész, penészgomba, a toxikum pedig nyilván nem kell fordítanom, mérget jelent. Tehát amikor itt gomba méregről beszélünk, akkor bizony az elnevezés jól kifejezi azt, hogy ott az egy nem egy helyén való anyagcsere termék az, amely megjelenik a búza felszínén, és nyilván az örleményekben is megjelenhet. Hát a fusárium gombafajok, amelyek még egyszer mondom a talajban mindenütt jelen vannak. Ha nem védekezünk megfelelő agrotechnikával, akkor bizony a búzánál, bocsánat, a leggyakrabban előforduló nagy kártételű és kifejezetten egészségromboló mikotoxin típus a DON, a dezoxinivalelol. Mai nap még erről fogunk sokat beszélni. Miután a gabonafélékből készült termékeket, és ide értsük bele a száraz tésztát, a műzli szeleteket, sütemény, pékárút, és főleg a kenyeret. Emiatt tehát az élelmiszerbiztonsági kockázatunk, a kitettségünk elég magas. Miért? Azért, mert az említett időszakban, amikor a kalászfuzáriózis megjelenik, például mint ebben az évben, április közepe végén, május elején, akkor bizony már megjelennek ezek a színelváltozások, tehát például ez egy egészséges kalász, de már ott van a kalászfuzáriót is a tetején. Ez azt jelenti, hogy ezek a gombafonalak beszövik, befonják a gabonaszem felszínét, és tulajdonképpen a toxin termelés már megindul. Hát ennek legfontosabb okai, hogy fogékonyak a fajták, ez a bizonyos sok csapadék a virágzás idején, rossz agrotechnikai tényezők, és tulajdonképpen még a termésveszteségben is ez érzékeny százalékokat, nagyon sokszor 20-30 százalékos terméskiesés is okozhat egy-egy táblánál, ez nem jellemző mondjuk országosan, de azért lokális szinten nagyon nagy kártételt okozhat. A dontoxin, tehát ez a fusáriumnak a másodlagos anyagcsere terméke, ez a méreganyag, gomba méreganyag, gátolja a fehérje szintézist. Most már a fogyasztókról van szó, rólunk van szó. A legfontosabb talán az, hogy általánosan immunszupresszív, tehát legyengíti az immunrendszerünket, és emiatt egy gyengébb immunrendszerű biológiai egyed, egy ember nagyon fogékonnyá válhat bizonyos fertőzésekre. Tehát nagyon sokszor nem tudják az orvos kollégák se, táplálkozástudományi szakemberek se, hogy ennek a rendszeres fogyasztása, akármilyen pici mennyiségben is, de folyamatosan rongálja az úgynevezett emberi autoimmunrendszerünket, tehát lenyomja, leszupresszálja, tehát gyengíti az immunrendszerünket. Amellett még nagyon sok apróbb kártétel, én olvastam veseelégtelenségről, olvastam májcirózis, tehát máj rák gyanúról, de ezek még nincsenek igazolva. Ezért csak azokat emeltem ki, amelyek azért elég goromba kártételűek. A legnagyobb gondunk az, mert mindig azt szokták mondani, hát a kenyér milyen jó, mert 280 fokon megsül, és szinte sterilnek mondható. Igen, de nem a DON-tól, mert a DON abszolút hőstabil. Hiába sütjük meg a kenyeret, hiába készítünk belőle pirítóst, a dontoxin ott marad. Tehát ez egy komoly kártétel és komoly kockázattal jár a fogyasztók számára. Emiatt tehát az Európai Unió rendeletben köti ki, hogy milyen lehet a szemes formában, tehát a búzaszemre vetített dontoxin tartalom. Megmondja, hogy mennyi lehet az örleményekben, de legfontosabb például az, hogy a kenyér és a származtatott kész pékárúk, műzliszeletek és a többi, csak 0,5 mikrogram per kilogram, azaz ppm mennyiségben tartalmazhatnak DON-t. Ha ez ilyen nagyon-nagyon icike-picike, és mégis kártételt okoz, akkor itt valószínű valami valós és reális veszélyről van szó, amit most kár is tovább ragoznunk, hiszen nekünk van egyfajta élelmiszerbiztonsági felelősségünk is, mármint akik ebben az iparágban dolgoznak, hogy a egyébként nem széles körben tudott és ismert kártételektől, vagy éppen
hát egészségkárosító hatástól mentesítsük a lakosságot, a fogyasztókat. Hát kérem szépen, milyen lehetőségeink vannak ahhoz, hogy egy kicsit ezt a dontoxint, vagy egyáltalán mikotoxin jelenlétét csökkentsük? Hát kézenfekvő, hogy rezisztens, tehát ellenálló fajtákat tessék nemesíteni. Szeged hál' Istennek egy olyan komoly, felkészült és nagyon magas tudományos reputációval rendelkező gabonakutató intézettel rendelkezik, alsó kikötő soron, talán sokan ismerik is őket, ahol egy külön tudós társaság csak avval foglalkozik, hogy rezisztens fajtákat próbáljon kiválogatni, kiszelektálni és nyilván köztermesztésbe vonni. Említettem talán azt, hogy legutóbb a legkorábbi, vagy legerősebb kitettség 2010 évben volt, aztán 16-ban volt egy kisebb, és 2019-ben megint van egyfajta donos évjárat. Hát nyilván a termesztéssel, tehát az agrotechnikával, ebből a Good Agriculture Practice-szel, tehát ennek a GAP-nek nevezett nyilván egyfajta tömörített fogalmi kör, a talajműveléstől kezdve mindennel, most én ebben nem mennék ebbe a témakörben, de ott is lehet valamit gyéríteni a donon. Valójában, amiről én szeretnék beszélni, az a malmi feldolgozás és az őrlésre történő előkészítés során milyen lehetőségeink vannak rendkívül komoly dontoxin mentesítési gondolatkörben. Hát természetesen, hogyha most ránézünk az egészséges és a szennyezett szemekre, akkor azt lehet mondani, hogy a szennyezett, donnal szennyezett szemek színe is, mérete is eltérő lesz az egészséges szeméhez. Tehát egy kicsit keskenyebbek, kicsit aszottabbak, egy kicsit keskenyebbek lesznek ezek a szemek, tehát valószínűleg a méret szerinti szeparálással ki tudjuk majd a halmazból emelni. Hát ez igaz is, meg nem is, mert például a sűrűségük alapján ezek a gombaszövedékkel felületükön meglévő búzaszemek sűrűsége, fajsúlya eltérő lesz az egészséges szeméhöz. Tehát például egy ilyen gravitációs szeparátorral, nyilván a piros az lesz a tiltott, a zöld a jó, a sárga az átmeneti, ami további szeparációt igényel, de valójában a nehéz szemek lesznek azok, amelyek számunkra az őrlés számára, a feldolgozás számára a legértékesebb frakciónak mondható. A másik, ami egy nagyon komoly technikai innováció a malomiparban, és talán más iparágakban is, az az optikai szelektor, az optikai válogatórendszer, amely nem más, mint olyan fényforrások és kamerarendszerek együttes működése, amely egy ilyen ferdén lezuhanó áradat, a gabonaszemek mindegyikét meg fogja egy pillanatra tekinteni, és a beállított értékekhez képest vagy elfogadja, vagy ki lövi, ki választja a halmazból. Hát, hogyha egy ilyen felöntésben, a búzafelöntésben az elfogadott szemek látjuk szép, barna, egységes, szép szemű, jó méretű, de a sötét hibák, a világos hibák és az infravörös kamera által megfigyelt hibák közül látjuk, hogy akár az idegen magvakat, apróbb köveket, a fehér, akár fuzáriumos szemek, vagy épp a infravörösből megint csak a fuzáriós életlenek, stb. Tehát nagyon jó hatásfokkal ki tudjuk emelni a fuzáriumos szemeket, csak ne tessék elfelejteni, egy ilyen kis készülék, amelyet az előző kép mutatott, hát egy nagyon-nagyon magas felszereltségű Mercedes árával vetekszik, vagy akár egy Tesláival, tehát itt már 60-80-100 millió forintok úgy repkednek, mint a pingy. Sokat tud a gép, nagyon sokat tud az eszköz, de rendkívül sokba kerül a telepítése, így aztán kicsit megdrágítja magát a búzát és magát a lisztet is. Nosza, hát mi megnéztünk a laborunkban több olyan eljárást, amivel úgy tűnik, hogy jól tudjuk kiszelektálni ezeket a donos szemeket. Ilyen például a rostálás, amely mondjuk egy 100%-os felöntésből látjuk, hogy azért egyrészt a don tartalom, egy extrém magas don tartalmú tételből néztük, méret szerint, aztán a könnyűség szerint, tehát légárammal kiemelt, már látjuk, hogy 11-re le tudtuk a 14 és feles dont hozni,
Szelerő rostálás úgy szintén, gravitáció szeparátor, tehát a sűrűség szerinti osztályozás rendkívül sokat levett a kiindulási anyagból, de valójában a legnagyobb eredményt mégiscsak ez a piszkosul drága optikai szeparátor tudta biztosítani. De hát milyen áron? Hát kérem szépen, a felöntésnek itt a mennyiségi százalékában, ha egy tonnát, egy kilót öntünk föl, tessék megnézni, mire az optikai szeparátoron végighalad, van úgy, hogy akár 35-40 százalék is lesz a veszteség. Emlékszünk, ugye mondtam, hogy akár ilyen 25-30-40 százalékuk is lehetnek, amelyet ki kell, hogy vegyük a halmazból, mert egyébként élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek. Hát, ha őrlés erőt közvetlenül, mert nem kell minden búzaszemet meghámoznunk, csak azt, amiből lisztet készítünk. Erre a malomipar már jó régen, szerintem 50-80 éve már használja a hámozást, de most újra reneszánszát éli, hiszen azt mondjuk, hogy ha ennek a szemnek a külső felületéről le tudjuk dúrni a héj anyagot, akkor nagy valószínűséggel a mikotoxinok nagy részét is el tudjuk távolítani. Hát ez az ábra, itt jobb alsó ábra, egy ilyen kicsit kifehéredett, jól megkoptatott, tehát már a belső magbelsőnek, tehát az a lisztesnek a fehér színét mutatja, ugyanis a búzaszem héj rétegében az a bizonyos rőtbarnaságot okozó pigment réteg már eltávolításra került. Tehát azért fehéredett így ki a szem. Hogy ennek mi a hatása, hogy egy ilyen dörzskővel szépen egy légáteresztő és nyilván leválasztott héjat átengedő, hát perforációs vagy perforált lemezhöz dörzsöljük a szemeket, ez teljesen nyilvánvaló, nem is gond. Mi történik tehát a több rétegű héj eltávolításával? Minden réteget, tényleg mint a krumplihámozónál, bemutatunk, és azt mondjuk, hogy ha a terméshéj után következik a maghéj, utána a bizonyos aleuron réteg, és itt már a magbelső látszik, ha egy körülbelül 8-10%-ot lehámozok a búzából, akkor szinte héjmentessé válik a szem, azaz nagy valószínűséggel a don, kitettség, szennyezettség szinte tökéletesen eltávolítható. Hát, hogy igaz ez az állítás, ezt mi megvizsgáltuk, többek között készítettünk olyan hámozott búzaszemeket, amelyet elektronmikroszkópon megvizsgáltunk egyszer 2%-os héjnél, 5%-os héjeltávolítás és 12%-osnál. Ezek a megfestett fluoreszcens festékkel, megfestett szemeknél lehet látni, hogy hogy vékonyodik el ez a több rétegű héj, amelynek az átlagos vastagsága kb. 120 mikrométer. Nagyon apró méretekben gondolkozunk, de az elektronmikroszkóp számára ez nem akadály. Az utolsó ábrám azt lehet látni, hogy gyakorlatilag csak magbelső van, héj eltűnt. Ha ugyanezt a gépi berendezést, ezt a hámozógépet bemutatom önöknek, amit a japán Satake talált ki, hiszen hogyha jó a rizs, mert ugye Japánban az alap táplálkozási kultúra az mégiscsak a rizsdukál, tehát a rizsnél nem törtetét a szemeket, valószínű búzánál sem. Ez a berendezés, amelyet itt látunk a maga valójában, egy 90 kW-os motorhajtja, ez is egy brutális energiafaló, elég drága, de hogyha olyan év van, akkor a fogyasztók élelmiszerbiztonsági kitettségét nem lehet 50-100 millió forintos berendezések nélkül megvédeni. Ez ebben jár. Van egy másik, egy német, a Schule, hasonló, ugyancsak ilyen dörzsköpenyekhöz, tehát ilyen, mint a köszörű kövek, úgy néznek ki ezek a kúpos csiszoló részek, az a lényeg, hogy távolítsa el a búzaszem felületéről a héjat. Ha megnézzük a hámozatlan búzát, ezt a szép barnás rőttes színűt, meg a hámozottat, akkor lehet látni, hogy valóban a pigment rétegig is már lehámoztuk a búzaszem felszínét. És hát ez bizonyítja az a általunk elvégzett kísérlet, ami alapján azt tudjuk mondani, hogyha meghámozzuk a búzaszemet, az ábra bal oldali részét tessék nézni, kétszer, háromszor, négyszer, hogyha levesszük, már pedig ez egy elfogadott, tehát 1,25 alatti búzatétel, tehát ezt átvette a malom,
De azt mutatja, hogy a felhéj utána egyre mélyebb rétegekben, de még mindig határérték feletti a don tartalom. Tehát hámozás, nagyon precíz hámozás nélkül őrölni életveszélyes. A ábra jobb oldala pedig azt mutatja, hogy ha a hámozás után nyert őrlés, liszt és korpa don toxin tartalmát vizsgáljuk, akkor a hámozott korpa az mondjuk nem fogyasztható, de még az állatok számára takarmányként elvihető, viszont hámozás nélkül borzasztó, dupla annyi toxin tartalmaz. Hál' Istennek a lisztek mind a két esetben azért határérték alattiak, tehát fogyasztható. Ez nem más, mint egy nagyon a határérték, vagy attól egy kicsit kisebb domtartalmú búzára igaz. Ha megnézzük egy még jobb búzát, mert hoztunk még jobb búzát, 0,74-es, tehát a határértéknek a fele körülbelül a domtoxin tartalom, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a hámozatlan esetén, ha nem hámozzuk meg, azt lehet látni, hogy bizony a lisztek bár megfelelő a hámozatnak a liszt része, ugye, tehát ez a világos sárga része, de például a korpa, vagy épp a hozzátartozó melléktermék, bocsánat, az igen durva dontartalommal rendelkezik. Na most, ha meghámozzuk a búzát, még akkor is azt lehet mondani, hogy ezek a kis négyzetecskék, a lisztben lévő dontartalmak nagyon szépen, ahogy a hámozás mértékét növeljük, úgy a lisztben lévő dontartalom is csökken. Igen ám, de a leválasztott hámozóból kijövő hét daraboknak a dontartalma, hát teljesen kiveri a biztosítékot, kiveri a határértéket, ugyanis 4 ppm fölött, tehát 4-es határ fölött még az állatok sem kaphatják takarmányul ezt a ledörzsölt héjrészeket. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nagy értelme, nagyon nagy technológiai értéke van annak a bizonyos intenzív hámozásnak. Intenzív hámozás nélkül, vizsgálatok nélkül a lisztek, képződött liszteknek a dontartalma jelentősen emelkedhet, bár még mindig határérték alatt vagyunk. Én azt javaslom és azt mondom, hogy inkább célozzuk meg a dontartalmat 0 ppm-mel a lisztben, ami vágyálom, de úgy a legkevesebb az ártalom. Tehát akármilyen kicsi és határérték alatt is vagyunk a liszteknél, azt kell, hogy mondjam, hogy ez még mindig kevés, tessék ezt, ha lehetőség szerint a búzát meg tudom választani, akkor nullára redukáljuk a lisztekben a dontartalmat. Visszatérve tehát akkor a hámozás értelme az, hogy a búzán lévő héjrétegek nagy részét el kell távolítanom ahhoz, hogy a magbelsőből készült liszt dontartalma tartson a nullához, tehát minimalizálni lehessen a don értékét. Hát kérem szépen a hamutartalom tekintetében azt lehet mondani, hogy itt most bemutatunk önöknek egy teljes kiörlésű kenyérkeresztmetszetét, és ahogy csökken a magasabb héjtartalmú lisztek aránya a fehér liszthez képest, úgy, hát látjuk, hogy a térfogat is egy kicsit csökken, meg a bélzett színe egészen más, jellemzőbb lesz. A Magyar Élelmiszerkönyv, ami ugye a mi olyan szabványgyűjteményünk és olyan jogszabályi háttérrel rendelkezik, hogy ezt minden gyártónak be kell tartania. A Magyar Élelmiszerkönyv előírja, hogy csak akkor beszélhetünk teljes kiörlésű, tehát bocsánat, TK lisztről, vagy termékről, hogyha abban a teljes kiörlési liszt aránya minimum 60%. Ez az első kenyér, ez 100%-os teljes kiörlésű lisztből készül. Mondjuk körülbelül ez lesz a 60%-os teljes kiörlésű liszt, ez már egy kicsit higítottabb, és ez pedig teljesen fehér lisztből készül. Miért hozom ide ezt a 4 ábrát? Azért, mert a tudatos vásárló már a termék színe alapján el tudja dönteni és valószínűsíteni tudja, hogy a fehér termékben, és most csak a donról beszélek, mint egy rendkívül komoly mellékhatású és egészségkárosító mikotoxin jelenlétéről, ebben gyakorlatilag nincs, vagy nulla közeli
alig haladja meg a nullától eltérő értéket. Ha az a bizonyos hamutartalom, hogyha emlékszünk, azt mondtuk, hogy a búza teljes hamutartalma körülbelül 2%. De nekünk nincs eszközünk egy üzletben, hogy lemérjük, hogy milyen hamutartalmú az a kenyérliszt, vagy az a liszt, amiből ez a kenyér készült. De azt el tudjuk dönteni, hogy igen, ez egy úgynevezett BL50-es vagy 80-as lisztben, mert azt ráírják, hogy a BL50-es az a üzletekben úgy lehet megkapni, mint finom liszt. Az a legvilágosabb lisztünk. Ha abból választunk sütőipari terméket, akkor a don kitettségünk vagy expozíciónk minimalizálható. Így aztán, ha szabad, akkor összefoglalnám a eddig elhangzottakat, és levonok belőle egy-két, talán nem is meglepő, de nagyon komoly megállapítást vagy okfejtést. Az első az, hogy számunkra Európában a búza és a rozs, mint alapgabona, mindennapi kenyerünk alapja, ezekből készült lisztek. Ha szabad, akkor ezt a 150-200-220 gram per fő per nap fogyasztást hát meg lehet tartani, de majd a végén kiderül, hogy egyáltalán nem javaslom, hogy itt a teljes kiörlésű liszteket hajkurászuk, főleg ebben az évben. Miért? Azért, mert ezekben a, láttuk a táblázatban a don határérték 0,5 ppm, tehát itt nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy milyen színű, milyen állományú kenyeret, péksüteményt fogyasztunk. A másik, hogy a malomipar a lisztellátás felelőse, ez kétségtelen, tehát egyfajta felelősséget, gyártói felelősséget kell, hogy vállaljon a domtartalom csökkentése, határérték alatt tartása ügyében. Megnéztük, hogy mindenféle mechanikai és hát optikai szétválasztó műveletek alkalmazásával egész jó hatásfokkal, de veszteség mellett, tehát gazdasági kár képződése mellett tudja megoldani. De ez nem számít, az a lényeg, hogy ne legyen benne don. A másik pedig, hogy mielőtt a múzából lisztet készítünk örlés előtt, mindenképpen az intenzív hámozás műveletét tessék nagyon alaposan megvizsgálni. Hát ez nem, nyilván nem a önöknek szól, akik hát be se tehetik a lábukat egy ilyen gyártóüzemben, de majd ráutaló magatartással a termék, a sütőipari termék választásukkal viszont ki tudják a véleményüket fejezni. Miért? Azért, hogy olyan terméket válasszunk, amelynek az alaplisztje világosabb, azaz kevesebb héjanyagot tartalmaz. Ne felejtsük el, a héjtartalom jelzője, a héjban lévő pigment tartalom barnasága lesz majd. Minél fehérebb egy termék, minél fehérebb egy liszt, annál kevesebb héjat tartalmaz. Márpedig a héjon utazik és tartózkodik a don. Ebből minimálisat kell fogyasztani. Én azt mondom, hogy egy kicsit fogjuk vissza a kenyérfogyasztást, nem nagyon, de mondjuk 150 gram, 100-150 gram per fő per nap. A fejlődő szervezet, de a fizikai aktivitás mutató szervezet számára is a kenyér, és a nagy szénhidrát tartalmú étrend, az egyfajta primér energiaforrás, nagyon jól lehet mobilizálni. Aztán később, ahogy a életkorunk majd szépen megindul fölfele, akkor ez a kenyérfogyasztás úgyis automatikusan visszább fog rendeződni. Bármi magyarok szeretjük a szép, világos, fosztós kenyeret. Tudatos fogyasztó kerüli a sötét terméket, a nagyobb héjtartalmú terméket, legalábbis olyan évben, mint a mostani, amely don kitettségben, vagy don szennyeződésben egy kicsit magasabb. Tehát a Graham és a teljes kiörlésű liszteket legalábbis ebben az évben kerüljék, a rostot, mert mindig ezt mondják a dietetikusok, jaj, milyen fantasztikus rostforrás. Kérem szépen, ebben a rostforrásban, amit korpának nevezünk, elég sok fitinsav tartalmú vegyület is jelen van, amely például a vasfelszívódást gátolja. Tehát nem olyan egyértelmű, hogy csak a mindennapi kenyérrel vegyünk be rostot, ott vannak a zöldségek, gyümölcsök, kiváló rostforrások. És a végül a felelős lisztgyártói magatartás, tehát komoly malomipari vállalat ebben az évben nem fog a pékek vagy a felhasználók számára a teljes kiörlési vagy Graham lisztet piacra dobni. Végül pedig engedjék meg, hogy Reményik Sándor egy vers részletével búcsúzzam, kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó, kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem pompázom, de szükséges vagyok. Köszönöm szíves figyelmüket és türelmüket is. Köszönjük szépen Véha Antal előadását. A következő két hétben nincs Szabad Egyetem. November talán második hetén találkozunk ismét. Akkor dr. Kukovets Ákos érkezik, az STE alkalmazott és környezeti kémia tanszékének egyetemi docense. A műtárgymesék, hamisítás és eredetiség vizsgálat kerámiákban és festményekben című előadásával. Szeretettel várjuk Önöket 3 hét múlva viszontlátásra. Thank you.